Jó reggelt! Good morning! Sziasztok, jó, hogy itt vagytok! Very nice to have you here today. Ilyen melegbe is nem a Balatonon, hanem itt. And even in this heat, you're not down at Lake Balaton, but you're up here. Igazi hívők vagytok. You're real Christians, I can tell. Én szeretem a pünkösdöt egyébként. I, for myself, like Pentecost. Minden ilyen ünnepet szeretek. I like all these Christian holidays, by the way. Van aki éppen ezért nem szereti, és nem csak a munkaszüneti nap miatt nem szeretem, vagy szeretem. Hogy micsoda? Bocsánat. Szóval van aki nem szereti. Sorry. So there's certain people who do not like these holidays, however. De én nagyon csípem. But I really do. És nem azért, mert munkaszüneti nap van. And not because it's a bank holiday. Mondjuk azért is hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. That is part of the reason. I would lie if I said that's not part of the reason. De ezek az ünnepek, mint karácsony, húsvét, pünkösd, lehet alkalmat adnak, hogy beszéljünk az Úrról valahogy. But you know these holidays, Christmas, Easter and Pentecost, they give us a chance to talk about God in some form or other. Feltéve, hogy nem egy rejtőzködő keresztény életet élünk. Unless we live a Christian life that is not quite obvious to anyone around us. Feltéve, hogy akarunk Jézusról beszélni. And provided that we do want to talk about Christ. Ilyenkor mindig jön a lehetőség. And then the chance comes. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem mindig megkérdezik, hogy és én hogy látom az éppen aktuális ünnepet. I don't know about you, but people usually ask me how I look at that particular holiday, Pentecost or Christmas. És jó, hogy ma egy személyt ünneplünk ugyancsak. And it's good to know that even today we celebrate a person. Én mindig valahogy így szoktam látni, hogy a karácsonykor, most bocsássátok meg nekem, karácsonykor így az atyát ünneplem inkább. And I hope you don't mind, but let me share the way I look at these different Christian holidays. For me, Christmas is more about celebrating the Father. Hogy ő küldte a fiát. That he sent his son. Én húsvétkor Jézus, nekem Jézus a húsvét. Then Easter is all about Christ for me. Hogy ő adta az életét. Because he gave his life. És nekem pünkösd az a Szentlélek. And then Pentecost is all about the Holy Spirit for me. Mert Jézus küldte a Szent Lelket. Because Jesus sent the Holy Spirit. És ő van itt nekünk. And we have him even today. Úgyhogy én valahogy így tekintek erre, majd személyt ünneplünk, és majd kapcsolatot ünneplünk, ami van nekünk. So that's the way I look at Pentecost. That today we celebrate a person first of all, and secondly a relationship that has been given to us. És olyan jó, hogy adatott nekünk a Szentlélek. And it's so good to know that we have been given the Holy Spirit. Ezt akkor tudod csak kimondani, hogyha vele jársz, ha benne élsz. But you can only say this personally if you're walking with him in the spirit, if you're living your life with him. És ez nem egyenlő, hogyha elég szent vagy, tehát nem erről beszélek. And I'm not talking about being holy enough. Hanem kéred őt, várod, hogy töltsön be, és vele jársz. But what I'm talking about is for you to ask God to fill you with his Holy Spirit, and you allow him to fill you, and you walk in the Spirit. Mert lehet kereszténynek lenni Szentlélek nélkül is. Because it's possible to be a Christian without the Holy Spirit as well. Mármint értem én, hogy amikor megtérünk, akkor belénk költözik. I mean, of course, I know that when we get saved, he comes to dwell within us. De utána simán élhetek úgy, hogy figyelmen kívül hagyom, és ő csak ül és szomorkodik. Én nem tudom, hogy tud-e ülni, biztos. I can pretty much live the rest of my life ignoring the Holy Spirit, and there the Holy Spirit is just sitting around all sad. I don't know if azért, mert nem foglalkozom vele. Sit around and be sad, but you know, you get the point. Azért, mert nem foglalkozom vele. Nem kérem, hogy töltsön be, nem várom, hogy vezessen. Because I ignore the Holy Spirit, because I do not ask God proactively to fill me with his Spirit, because I do not expect any guidance from the Holy Spirit. Higgyétek el, hogy nélküle is simán itt lennénk minden vasárnap. So trust me when I say it's possible to be a Christian simán without the Holy Spirit. Simán lehet Szentlélek nélkül Bibliaórát tartani, elhiszitek ezt? Come and sit here every Sunday morning. It is even possible to give a whole Bible study without the Holy Spirit. Tapasztalat. Trust me. Experience. Tényleg? Really? Föl tudok állni és összerakom már a vázlatot úgy, hogy I'm telling you from experience, I can just get up here, you know, I have a study ready, and I can just deliver it to you. Sőt, biztos lesz valaki, aki majd odajön, és azt mondta, ez most jó volt. And probably afterwards, someone will come up to me and say, good teaching.
Szóval értitek, hogy csinálhatjuk ezt nélküle is. So see what I mean, that we can ignore him completely. De az az igazság, hogy ha belenézünk ide belülre, akkor az a válasz, hogy nem lehet keresztény életet élni Szentlélek nélkül. But the truth is, if we take a look deep down inside of us, we can see that we can absolutely not live a Christian life without the Holy Spirit. Mert amikor nem kérjük, nem vágyunk rá, nem vesszük figyelembe, akkor gyümölcstelenek vagyunk. Because we will be fruitless if we do not ask for the Holy Spirit, if we do not long for the Holy Spirit, if we do not walk according to the Spirit. Vagy még inkább azt mondanám, hogy vannak ilyen saját gyümölcseink. And perhaps I could put it this way, we will bear some sort of fruit of our own. Hogy hány olyan dologra tudok visszagondolni, amikor azt mondtam, az Úr segített, persze azért közben tudom, hogy azt én intéztem el. But how many times in hindsight I say, the Lord helped me, but deep down I know, yeah, because I worked it out in my own strength. És talán tudjátok, hogy miről beszélek. And perhaps you know what I mean. Gyümölcstelenekké válunk. And we become fruitless. Ha nincs ott a lélek az életünkben, nem engedjük őt be a mindennapjainkba. If the Holy Spirit is not at work in our lives, if we do not allow him to enter into our lives every day. Mert az az igazság, hogy van egy nagy küldetésünk, nem? Amióta befogadtuk Jézust az életünkbe. Because the truth is, we've been given a great commission, right? It all started with us receiving Christ into our lives. És az ma is az, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, így van? And then this great commission still stands, right? When Jesus says, go and make disciples of all nations. Ez a küldetésed, egyedülállóként. This is your mission as a single person. Ez a küldetésed még mindig házasként, hogy a házasságod Jézust mutassa. This also remains your mission as a married person, that your marriage would also reflect Christ. És ehhez nekünk szükségünk van a Szentlélekre. And for this we need the Holy Spirit. Mert amúgy nem leszünk jó bizonyságok. Because otherwise we cannot be a good testimony. Amúgy nem tudom nevelni jól a gyerekemet, azt vettem észre. Because otherwise, and I have come to experience this, that sőt, I cannot raise my children properly. Sőt, borzasztó keresztény férj vagyok, ha nincs ott a Szentlélek. Moreover, if I do not have the Holy Spirit helping me, I become a horrible Christian husband. Muszáj, szükségem van egy segítőre, aki segít nekem élni ezt a keresztény életet. So I desperately need a helper who helps me live this Christian life. És Isten elküldte a lelket. And God sent his spirit. Én nekem az a vágyam ma, hogy úgy menj el innen, hogy szeretnél minden nap a Szentlélekkel járni. My desire for you today is that as you leave, you would feel inspired to walk with the Holy Spirit on a daily basis. Tehát nem a nagy sztorit fogjuk megnézni, a pünkösdöt. So today we're not going to look at the great story of Pentecost. Az a vágyam, hogy úgy menj el innen, hogy akarsz még többet és még többet a Szentlélekből. But my desire is to inspire you to long for more of the Holy Spirit every day. Úgy rövidet imádkozom még, jó? So let me pray very quickly, okay? Atyám, köszönöm neked ezt a sok embert, hogy itt van ma. Father, thank you for all these people who came today. Köszönjük neked azokat, akik az internet előtt követnek esetleg. Thank you for those who are perhaps watching us online. Medence partján. And by the pool. Uram, arra kérünk, hogy áldj meg minket. And we pray that you would bless us. Imádkozunk azért, hogy senki ne legyen rosszul itt a melegben. And we pray that no one would collapse here from the heat. Sőt, arra kérünk, hogy jobban legyünk, ahogy a te igéd átmos minket. And I pray that we would even feel better as we leave, as you cleanse us with your word. Jézus nevében, amen. And in Christ's name we pray, amen. Szóval a világ keresztényei, meg nem keresztényei is ünneplik ezt a napot. And this particular day is actually celebrated both by Christians worldwide and non-Christians as well. Ugye, vannak, akiknek gőzük nincs, hogy mi történt pünkösdnapján, így van? Some people have absolutely no idea what happened on the day of Pentecost, right? Őnekik, amikor meglátják a naptárba a pünkösdöt, az egyenlő a munkaszüneti nappal. So for them, when they look at the calendar and they see, oh, Pentecost is coming up, bank holiday, great. És már felsejlik a szemük előtt a sörsátor. And they can already visualize the beer tent that they are going to attend. És a sült kolbász. And those lovely pieces of sausage that they're going to have with the beer. És ennyi a pünkösd. And that's Pentecost for them.
Aztán vannak akik egy kicsit már tudják, hogy miről van szó. Then some other people have some sort of notion of Pentecost. Szóval ez valami vallásos izé. This is some religious something or other. És el kell menni az egy templomba, meg kell jelenni az Isten előtt. So I suppose I have to go to church. I do need to make some appearance before God. Ez már a jobb, nem? Legalább elmegy gyülekezetbe vagy templomba. That's a little bit better, isn't it? At least they go to a church. Aztán van akik meg ismerik, hogy mi ez a pünkösd, és szerintem totálisan félreértik. And then there's also some people who know what Pentecost means, but they misunderstand it completely. Van, amelyik óvatosan kezeli. Some people are quite careful when they talk about it. Nem szabad erről hangosan beszélni, mert ott olyan furcsa dolgok történtek. We can't talk about it out loud because strange things happened on Pentecost. Sőt, gondold meg, hogy mit mondasz a Szentlélekkel kapcsolatban. So you better think twice about what you say out loud about the Holy Spirit. Nehogy véletlenül valakivel azonosítsanak, akivel nem akarod. Lest they would put you in a box with someone else that you would not like to be in the same box with. Aztán van a másik véglet, aki amikor meghallja, hogy pünkösd. And then there's the other extreme as well, when someone hears about Pentecost. Akkor gombnyomásra hanyat vágja magát, és nyelveken szól, és mindenféle fura dolgokat csinál. They automatically fall to the ground and start speaking in tongues and do all sorts of bizarre things. Senkit nem akartam lehúzni, tényleg történik ez. I did not mean to put down anyone, but it does happen. Néha úgy néznek ki, mint akik megőrülnek, amikor a pünkösdről van szó. And sometimes these people look as if they have gone completely crazy. Én úgy gondolom, hogy az egyik legrosszabbul bemutatott személy a Bibliából az a Szentlélek meg az ő munkája. And I really do think that the Holy Spirit and his work, these are the two things that are very, very badly represented in the Bible. Hol vagyunk mi? Hol állunk mi? I mean, from the Bible, that is. And the question is, you know, where do we stand on this issue? Nem kéne, hogy végletekbe essünk a Szentlélekkel kapcsolatban, de nagyon jó lenne, ha tudnánk, hogy ő kell nekünk minden nap. Yes, we shouldn't fall into extremes about the Holy Spirit, but we need to understand that we need him every day. Ugye az alaptörténet az az, hogy pünkösd napján, 50 nappal húsvét után kiöntötte Isten a lelkét. Well, the basic story is that on the day of Pentecost, 50 days after Easter, God poured out his Holy Spirit. Ugye ez az első zsengének az ünnepe volt. And this was the festival, the feast of the first fruits. Ami maga arról szólt, hogy itt az első zsenge, de majd jön a többi. So it was all about the first fruit, lifting it up to God, and how there's a promise of more coming. És milyen jó, hogy pont ezen a napon, ugye, ott volt az első gyülekezet, de már jön a többi. And isn't it wonderful that the early church was born that day. És kétségtelenül. But there was also this promise of many, many more people coming to join their ranks later. Kétségtelenül arról annak a proféciának a beteljesüléséről van szó, amit Joel profétált. And doubtless the prophecy that came from Joel earlier was fulfilled on the day of Pentecost. Joel azt mondja, hogy majd kiöntök, Isten kiönti a lelkét az ő népére. Because Joel had prophesied that God would pour out his spirit upon his people. És a lányaik majd profétálni fognak. And then their daughters will prophesy. És a vének majd álmokat álmodnak. And the old men will dream dreams. Jézus pedig hozzáteszi, amikor a tanítványainak beszél, hogy amikor a Szentlélek eljön rátok, akkor ti erőt kaptok. And then Jesus also adds when he talks to his disciples about this, he says, when the Holy Spirit comes, you will be empowered. Hogy a tanúim legyetek. To be my witnesses. Hogy minden helyzetben, amerre jártok, meg tudjatok állni tanúként. So that wherever you go, you could bear testimony to me. Ez lehet akár a házasságod, a gyereknevelés, bármi. In your marriage and how you raise your children, anything. Meg tudsz állni úgy, hogy tanú vagy, erőt ad a Szentlélek. The Holy Spirit empowers you so that you can stand firm in your testimony of Christ. Isten adott nekünk egy természet fölötti segítőt, emberek. God has given us a supernatural helper. És ő tényleg az. And he truly is that. És azért van, hogy téged meg engem szolgáljon. And he came to minister to you and me. És mindenkinek adatott, aki ide igent mondott Jézusnak. And he's been given to everyone who has said yes to Christ. Szerintem a kérdés az, hogy döntünk-e úgy, hogy mi
kérjük őt, hogy legyen ott az életünkben tényleg. So I think the question is, do we ask him proactively to come and be a part of our lives? Mert azt tapasztalom, hogy valahogy így ilyen a Szentlélek nekem ilyen csendes társá vált, vagy nem tudom. Mindjárt elmagyarázom. Because my personal experience is that the Holy Spirit is just sort of there to fall back on every once in a while, but I don't invite him actively into hogy, my life. Hogy ilyen, valahogy így, tehát hogy így nem veszek rá időt, hogy imádkozzak, hogy így betöltsön, meg hogy segítsen. Nem tudom, hogy vagytok vele. I don't spend time asking him to come and fill me and to help me. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen bűnös. What your personal experience is, maybe I'm the only one who sins in this area. De valahogy olyan haverommá vált, úgy jön velem mindig, nem kell hozzá szólni. But the Holy Spirit somehow is kind of a friend, an acquaintance. He comes with me wherever I go, but we don't have to engage in big conversations. És ez igaz is, ő ott jön velem. And that's indeed true. He does come with me wherever és nem I go. Kell hozzászólnom. And I don't have to speak to him. De valahogy a Biblia arra tanít minket, hogy kéne, hogy szóljak hozzá. And yet somehow the Bible tells us to speak to him. Hogy minden nap újra és újra be kellene teljesednem Szentlélekkel. And the Bible tells me that every single day I should be filled over and over with the Holy Spirit. Mert ő az a természet fölötti segítő, akit Isten most odaadott nekem. Because he is the supernatural helper who God gave to me at present. Sok magyar család nem is tudja, hogy létezik egy Szentlélek, aki akar segíteni nekik. Many Hungarian families do not even realize that there is a Holy Spirit that exists who wants to help them. Ezért mennek tönkre házasságok. And that's why marriages are broken. Sőt, sok keresztény család sem veszi figyelembe, hogy van egy természet feletti segítő, aki segíteni akar. Moreover, many Christian families even ignore the fact that there is a supernatural helper given to us who does want to help. Nem kérik, nem tudnak róla. They don't ask for the Holy Spirit, they do not know about him. Ezért egyre gonoszabbak a gyerekek, szerintem, mert nem nevelik őket. And therefore I personally think that children are becoming more and more evil because they are not disciplined properly, not brought up properly. Én egy játszótér mellett lakom. We live close to a playground. Tudom, hogy milyenek a gyerekek. And I know full well what children are like. Akiknek csak így reggel oda van adva a kulcs, és akkor már gyere délután. You know those children who are just given the keys to the apartment in the morning. There you go, my dear. See you in the afternoon. Do whatever you like. Gonosz dolgokra képesek egymással. And it's incredible the evil stuff that children can do to one another. És az enyémek is, ha nem nevelem őket. And if I don't discipline my children, they will become the same way. De nem tudom nevelni őket, ha nincs ott ez a segítő, a Szentlélek. But I cannot raise them in a godly way if I ignore this helper, the Holy Spirit in my life. Én ez egy nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy meg örülök is neki, hogy pünköstkor a Szentlélekről beszéljünk, hogy ő van és segíteni akar. And therefore I consider it very important that as we celebrate Pentecost, we should talk about the Holy Spirit, the fact that he exists and the fact that he wants to help us. De az én döntésem, meg a te döntésed, hogy meghívod-e őt minden nap, minden percébe, hogy vele járjál. But it's up to me and it's up to you whether you invite the Holy Spirit into your life every single moment of your day and walk with him. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez egy nem egy ilyen automatikus dolog. So the way I see it, it's not automatic. És nem is fogja rád kényszeríteni magát. And the Holy Spirit is not going to force himself upon you. Ő vár rád, hogy igent mondj. For you to say yes. Mert van egy, volt egy kapcsolat régen. Emlékeztek rá, Ádám és Éva és Isten. Do you remember back in those days with the Garden of Eden, there was a precious relationship between Adam and Eve and God. És abba a kapcsolatban látni, hogy Isten hogyan akar gondoskodni rólunk, mint apuka. And in that relationship we can see how God as a father wants to take care of us. Ugye Isten volt az, aki megalkotta az embert. And God created man, right? Ő nevezte el. Így van. He also named Adam and Eve, right? Ezt olvassuk Mózes első könyvében. And that's what we read in Genesis. Aztán napi kapcsolatban volt vele. And they were in a daily relationship with one another. Hogy az atya minden nap járt a gyerekével. And the father would walk in the garden with Adam every day. Én el tudom képzelni, hogy tanította őt. And I can just imagine how he taught Adam all sorts of things.
Aztán milyen jó fater, ugye, aki gondoskodik a gyerekének feleségről. And he was such a great dad, don't you think? Because he made sure that his child got a wife. Hányan mondják azt, hogy amen, apu, hozd. How many of you would say, amen, dad, bring that wife along? Ugye, ő gondoskodik. He does take care of us. Egy olyan segítőtársat adott mellé, aki ott van mindig, és vele van, és vele jár, és segíti. And he gave Adam a helper, a wife who would always stay with him and help him along the way. Aztán megyünk tovább, mert ez az apuka, ez még csinált jó dolgokat. Képzeljétek el, hogy gondoskodott a gyerekének egy helyről, ahol lakjon. And then as we continue in the story, we can see some other great things that this father, the heavenly father, gave to his child Adam. He made sure he had a place to live. Mennyire király lett volna az én apukám, gondoskodni tudott volna róla, hogy legyen egy hely, ahol lakja. Wow, that would have been absolutely amazing if my dad was able to do that for me as well. És akkor még tovább megyünk, mert a mennyei apuka az gondoskodott Melóról is Ádámnak, nem? Moreover, the heavenly father even made sure Adam had a job. That's igaz, great, hogy csak egy kertész munka volt. Sure, it was a gardening job, but de ott volt vele. But still, he had this great job and he was with him as he did the job. És mindez alapjába véve, ugye ott az elején örökre szólt. Tehát and, well, by default, this was supposed to last forever. Egy örök kapcsolat, örök élet. An eternal relationship, eternal life. Ki az közülünk, aki ne vágyna egy ilyen apukára? Ha? So, who among us would not long for such a father? Apu, aki odaadja a lakáskulcsot. Dad, who gives me the keys to the apartment. Ja, és egyébként holnaptól kezdhetsz a nem tudom milyen cégnél. And by the way, I've arranged this great job for you. You're starting tomorrow at this awesome company. És bemutatom a feleséget. And let me introduce your wife to you as well. Here she is. Ah, minden megvan, nem? You've been given everything you need, right? És aztán Isten odahelyezett egy fát a kertbe. And then God also placed a tree in the garden. És azt mondta az embernek, hogy itt van mindenem a tied, itt van. And he told them, all that you can see is yours. Minden what's áldás, mine is yours. Minden a tied. All the blessings, those minden are yours. Mindenhonnan ehetsz. And you can eat from any of the trees. Élvezheted ezt a kapcsolatot. And you can just enjoy the relationship csak, that we have. Csak erről az egyről ne egyél. Except for this one tree, you should not eat that fruit. És ne kezdjetek el azon gondolkozni, hogy te biztos nem ettél volna róla. And please don't start thinking along the lines of how you never would have tried that fruit from annyira biztos vagyok benne, hogy mindannyian ettünk volna róla. I am absolutely positive that we all would have tried that fruit. Azt mondja, erről ne egyél, mert hogyha eszel, akkor vége van ennek az egész. He told them, do not try that fruit, because if you do, it will be the end. Ez egy olyan film, aminek ilyen borzasztó vége van. This is typically the movie that has a horrible ending. Hogy minden jó, na, szép zene van, és you know, everything's going so well. There's this beautiful music that accompanies it, and then suddenly it all collapses. Nem csak kicsit lett rosszabb, meghalsz. It's not just that your circumstances turned for the worse a little bit. No, you actually die. Tehát akkor ott volt a választás, hogy az ember választhat, hogy itt van mindez, de választhatod azt, hogy nem kell neked ez az áldás. So suddenly they were given a choice. You have all these things here at your disposal, but you can choose not to enjoy the blessings. Tehát ha nem akarod, akkor ne hallgass rám, nem kell. So if you don't want to listen to me, you don't have to. Mondhatsz nemet nekem. You can say no to me. Választhatod. You have a choice. Akkor jön a halál. And then death will come. És az ember választott, igaz? And men, indeed. Made a decision. És nem volt többet örök élete. And they lost eternal life. És azt olvassuk, hogy ő tényleg meghalt. And we read about how they indeed died. És ez egy lelki halál volt. Megszakadt a kapcsolat. And the relationship with God was broken. Ez az erős, gondoskodó apai kapcsolat megszakadt. So this relationship, this very strong, paternal, caring relationship was severed. De Isten vágya továbbra is az volt, hogy meg az is, hogy kapcsolatban legyen az ő gyerekeivel. But God's desire is yet again and still to be in a relationship with his children. Ő nem fordított hátat, összekulcsolt kézzel, hogy jó, akkor el leszünk itt mi hárman.
When this happened, he didn't turn his back upon them. He didn't start sulking and saying, you know what, we're just going to enjoy ourselves, you know, the three persons of the Trinity, and that's it. Nem foglalkozom az emberrel többet. And I'm just not going to even think about humanity anymore. Nem, Isten vágya ma is az, hogy kapcsolatban legyen veled, meg velem. God's relationship even today is to be in a relationship with you and me. Ő nagyon jól tudja, hogy milyen gonosz a világ, és hogy milyen nehéz kereszténynek lenni ebben a világban. And he knows full well how evil the world is, how difficult it is to be a Christian in this world. Ő nagyon jól tudja, hogy nehéz igaz életet élni. And he knows that it's difficult to live a righteous life. És van egy kapcsolat, ami élő lehet, és ami a Szentlélek nekünk ma. And there is a relationship available to us, a living relationship through the Holy Spirit that's available to us. Nem lesz kivetítve, csak hogyha jegyzetelsz, akkor írd föl. A második, Timoteushoz írt második levélben, a második rész 13. versében. We're not going to put it up on the screen, but if you're taking notes, then please write down 2 Timothy 2:13. Azt olvassuk, hogy amikor mi hitetlenek vagyunk, amikor mi elfordulunk, ő hű marad. We read there that even if we are unfaithful, even if we turn our backs upon God, he stays faithful to us. Isten nem sértődik meg rád. And he is not offended with us. Sőt, nem sértődött meg rád. God is not offended with us. Ő hűséges, ő vágyik erre a kapcsolatra. He is faithful, he longs for this relationship with us. Aztán a Róma 5:8-ban ezt olvasod. And then in Romans 5:8 we read, hogy az Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Jézus meghalt értünk. That God showed his love towards us by the fact that even when we were sinners, he already died for us. Aztán a Mózes második könyvében, a 20. részben, az 5. versben. And then in Exodus 25. Azt olvasod, hogy Isten azt mondja, ne legyenek más isteneid én előttem. We read about God saying that you should not have other gods before him. És később, mert egy féltékenyen szerető Isten vagyok. And later he says, because I am a jealous God. Isten vágyik rá, hogy ma velem és veled egy élő kapcsolata legyen. So God longs for a living relationship even today with you and me. Úgy, mint régen Ádámmal és Évával volt. The way he had it back then in the garden with Adam and Eve. Hogy gondoskodjon, hogy bátorítson, hogy tanítson. So that he can take care of us and encourage us and teach us. Látod, ez az indulata az ember felé ma. And that's his desire towards humanity even today. Neki ebből nem származik semmi profit. And he's not going to benefit from this. És butaság lenne elkezdeni gondolkozni, hogy miért szeret minket Isten. And it would be silly to start thinking about why on earth would God love us. Szerintem megbolondulnánk, ha ezen elkezdenénk gondolkozni. I think it would drive us crazy if we started thinking about this seriously. Egyszerűen csak el kell fogadnunk, hogy Isten szeret. We quite simply need to accept that God loves us. És adott neked egy, megadta a választás jogát. And he gave us a choice. És ebben is megadta a választás jogát, hogy jársz a lélekben, vagy nem jársz a lélekben. And we have a choice even in this matter, whether we will walk in the Spirit or not. Mert ezt a kapcsolatot, ami volt akkor, because there is this relationship that existed back then in the garden. Most mi a Szentlélekben tudjuk megélni. And at present we can experience that very same relationship with the in the Holy Spirit. Jézus azt mondta, hogy én elmegyek, de jobb nektek ez, mert elküldöm a lelket. Because Jesus said, I am leaving now, but it's better that I do this, because I will send you the Holy Spirit. Most minden, ami kell nekünk, az a Szentlélek. So right now, all that we need is the Holy Spirit. Tényleg? Really? Nézzük meg, hogy milyen ez a kapcsolat a Szentlélekben. And let's look at this relationship in the Holy Spirit. És mindig, amikor a Szentlélek feljön, akkor azt gondolják az emberek, hogy muszáj valami csodáról beszélni. And every time we talk about the Holy Spirit, people are prone to think that we have to talk about some sort of miracle. Közben Jézus nem csodákról beszélt, amikor a Szentlélekről beszélt. And yet when Jesus talked about the Holy Spirit, he did not talk about miracles. Hanem olyan dolgokról, amire szükségünk van, hogy éljük ezt a keresztény életet. But about things that we need in order to live our Christian life. De ki a Szentlélek? But who is the Holy Spirit? Ugye ő a Szent Háromságnak, úgy mondják, a harmadik személye. We usually say that he is the third person of the Trinity. Tehát ő egy személy. So he's a person. Nem egy erő. Not a power. Sokszor a Szentlélekre gondolnak úgy, mint a Star Wars-ban a
csillagok háborújában az erő, ami veled van. You know, they often think about people. They think about the Holy Spirit as being some sort of power, force, as in Star Wars. You know, may the force be with you. De mennyire béna, nem? Hogyha emlékeztek, ebből az erővel csak folytogatni lehetett, meg köveket fölemelni. But this is so lame, don't you think? Because this force, what was it good for? Only only for lifting rocks and also for strangling people. De tudjátok mit? Igen is, a Szentlélek egy erő is. But I mean, indeed, the Holy Spirit is power as well. De elsősorban egy személy. Ő egy személy. But first and foremost, we're talking about a person here. Akiről Jézus úgy beszél, hogy én elmegyek, és ez jobb nektek, mert elküldöm őt, és ő lesz itt nektek. About whom Jesus says, I am leaving, but this is better for you, because eventually I will send the Holy Spirit, and he will remain. És aki igent mond Jézusnak, abba beköltözik ez a természet fölötti lény. And if you say yes to Jesus, then this supernatural being will make a dwelling in you. Higgyétek el, van bennünk elég hely. And trust me, there's enough room inside of us for this. Az ember száraz anyag tartalma, ha összenyomnád, akkor egy pingpong labdányi. I mean, if we take all the water away from a human body and you compress all the other bits in a human body, then it's just a ping. Úgyhogy a többi az mint hely. Ő belénk költözik, tényleg. Bowl, that's all. That's how big we are. So indeed, he dwells. Comes and dwells inside of us. Ez a természet fölötti lény belénk költözik. He is the supernatural being. He makes his dwelling in us. És létrejön egy kapcsolat. And a relationship comes into existence. De muszáj, hogy ezt a kapcsolatot fenntartsd. But you do have to maintain this relationship. Mert azt is olvasok a Bibliában, hogy mi meg tudjuk szomorítani a lelket. Because we also read in the Bible that it's possible for us to grieve the Holy Spirit. Figyelmen kívül hagyhatod nyugodtan. And it's possible for you to ignore the Holy Spirit. És ott lesz, de nem fogod őt használni, vagy ez egy rossz szó, hogy használni, de mindarra, amire ő adatott neked. And he will still dwell inside of you, but you will not utilize utilize, perhaps it's not the best word to use with the Holy Spirit, but you know, you will not fulfill the potential that you could with the help of the Holy Spirit. Pedig Jézus azt mondja János evangéliumában 14. részben, 17. versben. And yet in John 14:17 Jesus says, az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. The Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. Tudod, hogy van egy segítő benned, aki érted van. So do you understand that there is a helper inside of you who is for you? Szerintem ez hihetetlen. I think that's unbelievable. De azért el kell hinni, tudjátok, keresztények vagyunk. But we still need to believe it, you know, as being Christians. Itt van bennem. He's right here inside of me. És benned. And inside of you. És azért van, hogy segítsen. And he's there to help us. És mindig velünk van. And he's with us at all times. Egy világi apának talán nem örülnék, hogy mindig velünk van. Perhaps we would not be quite as ecstatic if our father here on earth would at all times be with us. De a mi atyánk, a Szentlélek itt van velünk mindig. But our heavenly father and the Holy Spirit, they are always with us. És fontos hallanod, hogy ő nem hagyott el téged. And it's important for you to hear that he has not abandoned you. Aztán azt olvassuk a János 14-ben, a 27. versben. Then in John 17 verse 27, 14 verse 27, sorry, we read. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjon a ti szívetek, se ne féljen. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Azt mondja, hogy a Szentlélek, akit ad nekünk, az békességet hoz. So we read here that the Holy Spirit, who is given to us, will also bring us peace. Hányunkban van most békétlenség? How many of us lack peace at the moment? Valami miatt. For one reason or another. Ami történt, vagy történni fog. Because of something that happened or will happen. És harcol benned. And you are struggling inside. És úgy kiáltanál ezért a békességért, hogy egy kicsi szünet legyen. And you long for peace. You long for a little bit of a break. Jézus meg azt ígéri, hogy ez lesz neked a Szentlélek. And Jesus promises that
This is what the Holy Spirit will be to you. Mert én hiába megyek oda és mondom, hogy jó van, tesó, imádkozunk. Because I can try and go up to you and say, you know what, don't worry, we'll pray. Ha egy rossz napod van, lehet, hogy még csúnyán is fogsz rám nézni. But if you're having a bad day, you might look very crossly at me when I say that. De a Szentlélek az azt tudja hozni az igazi békességet. But the Holy Spirit can bring us real peace. Hányan kiabálják, hogy nincs békesség, de vajon kérték a békességet, hogy töltse be őket? How many people are shouting, there's no peace, there's no peace, but have they ever asked for the Holy Spirit to fill them so that they can experience this? Aztán azt mondja a János Evangélium a 16:7. Then in John 16:7 we read. De én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm ti hozzátok. But I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you, but if I go, I will send him to you. Az ő neve a vigasztalás. He says here in English, the counselor, or there's another translation which talks about comforter. Ebben a világban mennyire szükség van vigasztalásra, ha? And we need comfort in this world, don't you think? Hogy hányszor keserednék el és adnám föl az egészet, ha nem lenne Szentlélek. So many times I'm prone to despair and I just want to give up. And I would without the Holy Spirit. És akkor olyankor jöhet hozzám, aki akar, nem tud olyat mondani, ami vigasztalna. And you know, I don't care who comes up to me at that time and they just cannot say anything that would comfort me. De a Szentlélek neve az, hogy vigasztaló. But the Holy Spirit's name is Comforter. Ő tud adni igazi vigasztalást. So he is able to give us real comfort. Emberektől hiába várod, és csalódni fogsz mindannyiunkba. And you will be disappointed if you expect people to bring you comfort. És vannak olyan helyzetek, vagy lesznek az életbe, amit nem tud emberi vigasztalás helyrehozni. And there's times and situations in life when which cannot be fixed by, you know, human comfort. De ha így vagy, akkor csak kiálts a vigasztalóért, hogy hozz vigasztalást a szívembe. So let me encourage you to cry out to God for the comforter, to comfort you. Isten tudta, hogy mi néha el fogunk keseredni. God knows our frame, knows that we are prone to despair. Jézus pontosan tudta, hogy mennyire, milyen nyomás lesz rajtunk. And Jesus knew exactly the pressures that we will face during ezért mondja, our lifetime. Ő a vigasztaló, eljön hozzátok. And that's why he says he is your comforter, he will come to you. Aztán azt olvassuk a János 16:13-ban. And then in John 16:13 we read. Hogy de mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. But he, when he, the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Azt mondja itt, hogy elvezet az igazságra. So it says that he leads us into all truth. Milyen jó lenne mindig jól dönteni. Wouldn't it be great to always make the right decision? Nem? Don't you think? Sokszor az önfejűségem miatt döntök. Often I'm stubborn and I make decisions based on this. És rosszul döntök. Wrong decisions. Nem kérem az Urat, nem kérem a lelket, hogy vezessen. I do not ask God, I do not ask the Holy Spirit to lead me, I just make a decision. De ő azt mondja, elvezet minden igazságra. And yet here he says that he will lead us into all truth. Ő, aki benned lakik most. He, the Holy Spirit who dwells inside of you even now. A kérdés az az, hogy engem érdekel az igazság. The question is, do I care about the truth? Hogy kérem az igazságot, kérem a lelket, hogy vezessen el minden igazságra. Do I want the truth? Do I ask the Spirit to lead me into all truth? Mert ő vezetne. Because he wants to. Aztán azt olvassuk a Máté 10-ben, a 19. vers. And then in Matthew 10:19 we read. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. But when they arrest you, do not worry about what you say or how to say it. At that time you will be given what to say. Milyen jó lenne tudni mindig, hogy mit kell mondani, nem? Wouldn't it be great to know at all times what we are supposed to say? Vagy milyen jó lenne tudni, hogy mikor nem kell mondani semmit? Or it would be great to know when we're not supposed to say anything. Hányszor, hány helyzetre nézek vissza, hogyha befogtam volna a számat,
győztem volna. You know, in hindsight, I can see so many cases when I can just say, I wish I had kept my mouth shut. És tisztában vagyok avval, hogy Jézus itt arról beszél, hogyha majd a bíróságok elé hurcolják a tanítványokat. And I know that the context that Jesus here refers to is that in the future, when the disciples are dragged before courts, akkor ne aggódjanak, mert a lélek majd megadja, hogy mit mondjanak. He's telling them not to worry because the Holy Spirit at that moment will give them the words to say. Ez milyen nagyszerűen hangzott egy halásznak, nem? That must have been great news to a fisherman, akinek right? Gőze nincs a jogászatról. Who had absolutely no idea of legal matters. Hogy így örülhet, igen, a lélek majd vezeti. És bölcsességet ad. He could be glad to hear that at that moment the Holy Spirit will lead him and give him wisdom. Aki bennünk lakik, az ezt akarja tenni ma is. The Spirit who dwells within us and he wants to do it even today. És tudjátok, aki tudja, hogy mikor mit kell mondani, az nagy király. And you know, those people are big shots who know exactly what they're supposed to say in what circumstance. Vagy aki tudja, hogy mikor nem kell mondani semmit. Or who understand when they're not supposed to say anything at all. És a lélek ott van bennünk, és akar minket vezetni. But the Holy Spirit dwells inside of us and wants to lead us. Most már igeversek nélkül, de azt is látjuk az igében, hogy a léleknek az életünkben, ha helyet adunk, annak gyümölcsei lesznek. And even without verses, let me point out a few more things to you. If we allow the Holy Spirit to guide us, then what we will see is that we will start bearing fruit. Ugye a Galata levélben olvasod a gyümölcseit. In Galatians we can read about the fruit of the Spirit. Ha helyet adsz neki. If you give him room to work. Szeretet, öröm. Love and joy. Igaz? Right? De nekem a végén, a vége a legkedvesebb. But I love the end of that passage the most. Azt mondja, hogy önuralom. When it talks about self-control. Uram, Atyám, én annyira nem tudok uralkodni magamon sokszor. Oh my goodness gracious, many times I find it so hard to exercise hogy self-control. Vagytok vele? I don't know how you feel about that. Amikor meglátom azt a másik tesót és vérlázító bűnbe van. Can you relate to it? You know, when I see that other sister or brother in Christ and they are in outright sin. És én meg annyira szent vagyok. And I am so holy. Hogy nem tudok uralkodni magam. But I cannot quite control myself. Vagy amikor a gyerekemet, a gyerekem csinál valamit, ami nekem nem tetszik. Or when my child misbehaves. És úgy érzem, hogy széttépném. And I feel like I could just tear them into pieces at that moment. És aztán nem uralkodok magamon. And I do not exercise self-control. Én el sem tudom mondani, hogy hányszor mentem bocsánatot kérni hozzájuk. I can't even tell you how many times I have approached them to apologize. Mert nem volt önuralom. Because I lost control. Üvöltöttem, mint egy állat. Because I started shouting. Jó bizonyság voltam Istenről. What a great testimony I was at that moment about God's love. De nagyon jól tudta ezt Jézus, hogy én ilyen leszek. But Jesus knew full well that I would be this person. És azt mondja, hogy ennek a léleknek, amit én adok neked, a gyümölcse lesz, hogy ha helyet adsz neki, hogy önuralmad lesz. And he says that I will give you the Holy Spirit as a gift, and if you allow him to work in you, then one of the fruits will be self-control in your life. Úgyhogy én imádkozom, hogy Uram, add a lelket, hogy önuralmam legyen. And so I pray that God would give me the Holy Spirit so that I would be able to exercise self-control. És látom a gyümölcseit. And I can see the fruits. És te is látod a gyümölcseit, hogyha megengeded neki. If you leave room for the Holy Spirit to work. Aztán azt is olvasuk, hogy ő emlékeztet minket Jézusra. And then we also read about how the Holy Spirit will remind us of Jesus. Mint a kis karkötő, tudod, a mit tenne Jézus? Like kar. That little bracelet that sometimes people wear with the what would Jesus do initials. Nem kell az a kis gumi izé. I don't think we necessarily need that. Rubber band around our wrist. És olyan jó tudni, hogy mit tenne Jézus, nem? Because the Holy Spirit reminds us, you know, of Jesus, and wouldn't it be great to know what Jesus would do in de a particular situation? De aki benned lakik, ő ezt is csinálja, hogyha engeded neki. And the one who dwells in you will do that for you if you allow him to. És hadd beszéljek egy kicsit arról is, hogy igenis a Szentlélek az betölt erővel is.
And let's talk a little bit about how indeed the Holy Spirit also fills us with strength. Amikor gyenge vagyok, amikor már nem bírok tovább menni. When I am weak, when I don't feel able to go on anymore. És itt nem csak lelki dolgokról beszélek. I'm not only talking about spiritual things. Én el nem tudom mondani, hányszor imádkoztam reggel 4-kor, hogy Uram, adj erőt, mert nem bírok bemenni dolgozni. I cannot even tell you how many times I was up at 4 a.m. in the morning praying on my knees, pleading with God to give me strength because I did not feel strong enough to go to work that day. És a Szentlélek igenis ad erőt. And the Holy Spirit indeed gives us the strength. Ebbe a testbe ad erőt. Gives me strength. This empowers this body. Ha kérem. If I ask him to. És igenis a Szentlélek ad bátorságot, nem? And indeed, the Holy Spirit can make us bold, don't you think? Sok gyáva tanítvány, aki otthagyta Jézust, igaz? There were all those disciples, cowards who left Jesus. Pünkösd napján bátran álltak és prédikáltak. And yet on the day of Pentecost, they were so courageous, standing up there before the crowds, preaching. Figyeljetek, mi még mindig arra vagyunk küldve, hogy érjünk el embereket ebbe a világba. And our great commission still stands that we're supposed to reach people in this world. Ez a Jézus küldetés, ami van nekünk. And that's the mission straight from Jesus. Nem változott. It has not changed over the years. Nekem nem mondta az Úr, hogy most már nem kell evangelizálni, mert már apuka vagy. God didn't tell me personally to stop evangelizing because now I'm a father. Három gyerekeseknek már ez a kedvezmény is van. And that's a concession that I get as a father of three children. Nem, azt mondta, hogy a házasságommal és a gyereknevelésemmel legyek bizonyság róla. No, he told me that my marriage and the way I raise my children should also be a testimony of him. És ehhez meg kell az a kapcsolat, kell a Szentlélek. And yet for that I need this relationship, I need the Holy Spirit. Nélküle nem fog menni. It's not gonna happen without him. És én azt gondolom, hogy fontos erről beszélni pünkösd napján. And I think we need to talk about this on the day of Pentecost. Hogy Isten segíteni akar az embernek, és szereti az embert. That God wants to help people and he loves people. És nem hagyta egyedül a keresztényt, és erővel akarja betölteni. And he hasn't abandoned the Christian Christians and he wants to fill them with strength. De tudod mit, lehet, hogy ül itt valaki, aki még nem keresztény. And maybe there's someone sitting here among us who is not a Christian yet. És úgy van vele, hogy de azért tök jó lenne, ha látnám az életemben ezeket, amiről most itt beszéltél. And maybe they think, well, I'd love to see all these things happen in my life, the things that you've just talked about. Akkor egyetlen utad van, és remélem, hogy igent mondasz Jézusnak. Well, then you only have one straight path ahead of you, and I sure hope you will take it, saying yes to Jesus. Akkor muszáj hallanod azt, amit a Róma 10:9 ír. And then you need to hear what we can read in Romans 10:9. Mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Mondd ma azt Jézusnak, hogy te vagy az Úr. So say it today to Jesus that you are my Lord. Isten ennyire egyszerűvé tette az üdvösséget. That's how simple God has made salvation for us. És akkor a következő fog történni, Róma 5:1. And then what's going to happen? Well, we read about that in Romans 5:1. Megigazulva ezért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amikor te Úrnak vallod, az a békesség oda fog költözni a szívedbe. So when you confess him to be your Lord, there will be a peace in your heart. A békesség, aminek a neve a Szentlélek. Peace and the Holy Spirit. Akiről annyi mindent láttunk ma. And we've seen so much about the Holy Spirit today. És én szeretném, hogyha úgy mennétek el innen. My desire is that as you leave today, hogy imádkoztok és kéritek az Urat, hogy töltsön be benneteket minden nap, nap mint nap, újra és újra lelkével. You would pray and ask the Lord to fill you with his Holy Spirit every single day afresh. Ne játszunk keresztényesdit. Let's not act as if we were Christians. Hanem itt tapasztaljuk meg tényleg a léleknek ezt a munkáját. But let's genuinely experience the work of the Holy Spirit. És tudod, ő készen áll, ő vár. And you know, he's ready, he's waiting for you. Hívd be, dönthetsz ma is. So invite him into your heart. You can make this decision even today. Azt tapasztaltam, hogy tényleg, hogyha
nem jól döntök az ilyen halálthoz. My experience is that if I make the wrong decision, it will bring death. Mert egy keresztény a Szentlélek nélkül nem tudja élni a keresztény életét. Because a Christian cannot live their Christian life without the Holy Spirit. Hanem egy ilyen borzasztó teherré válik a keresztény élet. But then Christian life will become this huge burden for them. Cuki. Such a sweet little baby crying out there. A lélek munkálkodik biztos. The Holy Spirit is working, I'm sure. Akkor lehet, hogy teher. Lett teher az élet. And then perhaps your life and this Christianity as such will become burden. És nem azt mondom, hogy nem lesz sokszor nehéz. And I'm not saying that you will not run into difficulties even if you walk with the Holy Spirit. De gondolod, hogy Isten azt szeretné, hogy agyon nyomjon ez a keresztény élet, amit ő azért adott, hogy örömöd legyen. But do you think that it's God's desire for your Christian walk to crush you to death? I mean, it's been given to you by God himself to have joy in it. Nem, az ő vágya az, hogy tényleg így megtapasztaljuk őt. No, it's God's desire for us to truly experience him. És a lelke ott van benned, hogy segítsen. And his Holy Spirit is there inside of you to help you. Imádkozunk. Let's pray. Uram, köszönöm neked ezt a mai üzenetet. Lord, thank you for today's message. Nagyszerű tudni, hogy van egy segítőnk. It's so good to know that we have a helper. És Uram, add, hogy ne csak tudjuk, hogy van egy segítőnk, hanem hagyjuk, hogy segítsen. And Lord, help us so that we wouldn't just know that there is a helper available to us, but we would allow him to help us as well. Atyám, add, hogy jó apukák, meg jó férjek legyünk. May we become good fathers and husbands. Hogy jó feleségek legyenek itt. And good wives. És erős egyedülállók, akik várják a férjüket és a feleségüket. And strong single people who are waiting faithfully for their spouses. Uram, add, hogy olyanok legyünk, akik nem a keserűségükön csámcsognak állandóan, hanem veled járnak. Lord, help us to become people who do not wallow in their bitterness all the time, but instead walk with you. És atyám, ezért kérünk, hogy töltsd be a lelkeddel most minket. So we pray that right now you would fill us with your Holy Spirit. Aki jól megvigasztal, aki erőt ad. Who is going to comfort us and give us strength. Kérlek, Uram, töltsd be minket. Please, Lord, would you fill us with your Holy Spirit? És áld meg ezt a napot, add, hogy rólad tudjunk beszélni. And would you bless our day, that we would be able to talk about you? Atyám, add, hogy ne rejtőzködjünk, hanem amikor feljön a pünköst, használjuk, hogy a te neved, hogy a te nevedet fölemeljük. Help us not to hide as Christians, but now as Pentecost is here, we would openly talk about you and lift your name up. És tényleg imádkozunk azért, hogy térjenek meg itt emberek ebbe a gyülekezetbe. And we pray that people would get saved in this church. Atyám, add, hogy akik felé szolgálunk, eljöjjenek. And as we minister to people, may they come. És Uram, kérlek, öntsd ki a lelkedet körülöttünk lévő nem keresztényekre. And we pray that you would pour out your spirit upon non-Christians around us. Hogy megfedje őket bűn, ítélet, igazság tekintetében. To convict them of their sin, to show them what truth is. Atyám, kérlek, hogy ments meg embereket ezen a pünkösdön is. Would you save people over this Pentecost weekend? Jézus nevében imádkoztunk. In Christ's name we pray. És Isten minden embere azt mondja, hogy and all agreed by saying, amen. Amen. Hát ez azért már ilyen fú, de meleg van, amen volt. That was a faint amen of, oh, it's so hot in here, amen. Ügyesek voltatok, úgyhogy csak annyit mondok, hogy itt vagyunk és imádkozunk, hogyha kell. We're up here to pray for you, more than happy hogyha to. Szeretnétek adakozni, ott az adakozó doboz. If you want to give, the tithe box is at the exit. És rohanjatok a Velencei tóhoz, vagy and, nem and tudom, go down to Lake Valence or Lake Balaton. Sziasztok! Goodbye! Annyira jó vagy. Ne, túl sokat mondtam.